Sziasztok! Büszkén jelentem, hogy az Elysia megérkezett Magyarországra. Engedjétek meg, hogy a hazai forgalmazó a Blue Sun képviseletében bemutassam. A prémium német gyártó az Alfa kompresszorról lehet híres nektek. Tudjátok, ami úgy néz ki, mint egy ilyen hiperhajtómű, és nagyon sokan a rengeteg potméter miatt egy equalizerrel szokták összekeverni, holott igazából ez a világ egyik legkülönlegesebb kompresszora. Nos, az Empressor 500 Cube esetében sem maradnak el ezek a Premium Elysia feature-ök, amiket most részletesen fogok veletek ismertetni. Megpróbálok rövid lenni, de elég sok tudást zsúfoltak bele ebbe a kis dögbe, úgyhogy kezdjünk is neki. De nézzük meg, ki is az Empressor 500. A hivatalos definíciója szerint ő egy Hardney VCA Feed Forward kompresszor. Vagy micsoda? Ez pontosan azt jelenti, hogy egy feszültségvezérelt erősítővel fogja létrehozni a hangerőváltozást, a feedforward pedig azt jelenti, hogy az általánosabb feedback topológiával ellentétben a detektor nem az erősítő után helyezkedik el, és visszaszól, hogy mit kell tenni, ezáltal ugye egy kicsit zeneibb, olyan puhább kompressziót szoktak ezek a vasak létrehozni, hanem jelen esetben a detektor az közvetlen az inputból van megtáplálva, és innen olvassa a vezérlőjelet, ami előre szól az erősítőnek, lásd a kifejezést, feed forward. A VCA maga egy speckó elektronikával felvértezett klassz A topológiás erősítő, mely brutális headroommal rendelkezik, és be van iktatva egy boost áramkör, amit tudunk aktiválni, ráadásul úgy, hogy az magát a detektorba küldött jelet nem fogja érinteni, tehát tulajdonképpen mint egy színezést tudjuk az erősítőn át zavart jelre ezt rátenni. A Hardney elnevezés pedig arra utal, hogy amint a küszöbértéket elérte az audiójelünk, azonnal a beavatkozásra kerül sor. A tipikusabb softmi kompresszorokkal ellentétben itt egy sokkal gyorsabb és ezáltal lihegésre hajlamosabb karakterisztikát kapunk. Softni kompresszorok esetén nem azonnal kerül beavatkozásra a vezérlő által, ezért a tranziensek úgymond még átszökhetnek, ez egy megengedőbb dolog, tehát kvázi könnyebb beállítani, és az Empressor esetében ahhoz, hogy a megfelelő beállítást el tudjuk végezni, pont amiatt, mivel könnyű átesni a ló túloldalára, nagyon sok segítséget kapunk, és itt rá is térnék akkor a feature setre, elemezzük ki egy kicsit pontosabban, hogy milyen Elysia specialitásokat kapunk. Mint említettem, ennél a kompresszornál, mivel nagyon gyors tud lenni, könnyű átesni a ló túloldalára. Hogyha már túl sokat fogna a kompresszorunk, akkor lehetőségünk van arra, hogy ezt az úgynevezett Gain Reduction Limiter áramkört aktiváljuk, amivel be tudjuk állítani, hogy pontosan mennyit foghat maximálisan a kompresszorunk. Így nem kell a küszöbértékkel libikókáznunk sem a gain staging-el, hanem egészen egyszerűen itt tekerjük be a kívánt pumpálás mértékét. Következő feature-ünk az AutoFest, melynek aktiválásával a kompresszor el fogja kapni a leggyorsabb tranzienseinket is. Sőt, ha az ataknál egy nagyobb értéket állítunk be, akkor tulajdonképpen úgy fog dolgozni, mintha két kompresszorunk lenne egyben, a gyors tranzienseket az automatikus detektálás fogja majd megfogni, az összes többire pedig az általunk beállított nagyobb attack time-mal fog reagálni, ami igazából mastering esetén lenne érdekes, és majd meg is fogom mutatni, hogy arra is tudjuk őt használni, de nem a megszokott módon.
csak az attack time, de a release is kapott egy különleges tulajdonságot az antilogaritmikus üzemmód keretében. Ez azt jelenti, hogy az alapból lineáris időzítéssel működő modul ilyenkor exponenciálisan fog reagálni a halkulásra. Tehát, ahogy elkezd csökkenni a jelszint, annál gyorsabban fogja majd visszaszívni tulajdonképpen a hangerőt a lecsengésnél, ami ilyen nagyon különleges patterneket tud létrehozni például szintetizátoroknál, amik megvannak mondjuk delay-jel, esetleg reverb-el spékelve, vagy ilyen left-right dologban, valamint úgy összességében ez egy ilyen különleges kompresszióra teszi képessé, amit nem igazán hallottál még eddig. A negatív kompresszálási arányok szintén elézi a specialitás. Úgy működik a folyamat, hogy ahogy az emelkedő jelszint eléri a küszöbértéket, ott a limitással ellentétben nem bekoppan és nem megy tovább, hanem arányosan, ahogy még hangosodna, azzal arányosan gyakorlatilag elkezd halkulni. Ebből származtatható ez a különleges képessége, hogy gyakorlatilag mint egy expander, például akusztikus doboknál még dögösebb tud lenni a loopunk, vagy elektronikus zenészek figyelmébe tudom ajánlani, hogyha a szoftver szintetizátorból nincsen meg az a szeretett édes WCA klapfogás az elején, amire úgy vágynánk, akkor ezzel például ezt bele tudjuk varázsolni, sőt, más egyéb beállításokkal együtt olyan különleges kompressziókat és groove-okat tudunk létrehozni, amire más kompresszor egészen egyszerűen nem képes. Valamint megvalósítja nagyon sok hangmérnök álmát, ha megkapjuk a teljesen dinamikátlanra vasalt mixeket, akkor ez a funkció tud nekünk abban segíteni, hogy ismét lüktetést injektáljunk bele.
Végezetű pedig az Empressor 500 specialitása, ami nem található meg más modulban, a THD Boost. Erről már beszéltem nektek az erősítőnél, viszont nem fejtettem ki, hogy pontosan miket tudunk ezzel csinálni. A THD Boost gyakorlatilag egy szaturáló áramkört aktivál, ami megnyomja azt a jelet, ami az erősítőn át fog menni. Nagyon érdekesen működik, mert attól függően, hogy mekkora jelszintet zavarunk az inputba, fog ő majd vagy soft clipperként működni, vagy ha egy kicsit jobban megküldöd, akkor szaturálni, és hogyha már a végletekig használod, akkor pedig torzítani. Viszont ez egy olyan torzítás, amit igencsak tudsz zenei célokra használni, a szaturációt úgy szintén, hiszen ez egy olyan a klassza topológiából eredő prémium torzított hang lesz, amit nagyon könnyen fogsz asszociálni majd zenei tartalmakkal. Akár gondolok itt mondjuk ezekre a tipikus torzított lábdobokra, vagy mondjuk átmehetünk a vadabb hard techno stílusba is. Esetleg szintetizátorokból tudsz kialakítani gitárosabban torzított jelet, nagyon érdekes dolgokat lehet vele csinálni. Maga a szabályzás pedig itt a gain-nel fog majd megtörténni, hiszen két összetevője lesz annak, hogy mennyire fog torzítani, szaturálni, vagy éppen alig reagálni erre. Ugye amit beküldünk inputba jelet, annak egy bizonyos szintet el kell érnie ahhoz, hogy már belemenjen abba a headroom tartalékba, ahol ezt az egészet halljuk. Hogyha ez megtörténik, akkor utána a gain-nel tudjuk igazából ezt még finom hangolni, és így determinálni azt, hogy pontosan mennyire fogjuk hajtani. We'll be right back.
Néhány szót még engedjetek meg erről a varázskockáról, amit itt a kezemben tartok. Maga ez a kis házikó az Elysia saját fejlesztésű Cube frame-je. Ez azt jelenti, hogy itt egy dupla slotos kis 500-as házikót kapunk, ahol látjátok van input-output, Phantom tápra is képes, saját tápja van. Ennek az az előnye, hogy speciálisan az Elysia modulokhoz igazítva egy nagyon tiszta tápellátást biztosít, nagyon pici, praktikus, be tudom dobni a hátizsákba, átmenni egy haverhoz, gyorsan megmaszterelni a hétvégi nyári slágert, vagy éppen felvételt készíteni, hogyha esetleg ebbe az EQ modult, vagy mondjuk a preamp változatokat tesszük be. Maga ez a Cube egyébként azért is jó, mert hogyha valaki nem szeretne egyből fejest ugrani az 500-as világba, akkor viszont ugye elég csak egy ilyen picit megvennie. Ez egy körülbelül 30-40 ezer forinttal nyomja meg a moduloknak az árát, és ha szeretnéd egyébként, akkor ki tudod venni és kicserélni őket. Hivatalosan csak Elysia modulokkal kompatibilis, azokból viszont szabad a gazda, hogy hogyan váltogatod őket. Tehát én kivehetem mondjuk az egyik Empressort, eladhatom, ha meguntam, és belerakhatok például egy Sculptert, vagy eladhatom mindkettőt, simán belemegy az EQ moduljuk, vagy belerakhatom a másik nagyon favorit kompresszorukat az Expressor személyében is.